A 20. század tömegmértékű emberírtásainak témakörét még nem merítette ki az utókor és a történelmi emlékezet. A szovjet koncentrációs táborok gigantikus hálózata nincs jelen a kollektív emlékezetben. Pedig a szovjet rabszolgatáborok hálózatában úgy tartják, hogy mintegy 30 millió ember vesztette életét kínzó embertelenségek közepette. A méltatlanul keveset emlegetett témát tárta az érdeklődők Elé Sárán község önkormányzata február 10-én, 11-én és 12-én a közösségi házban egy háromnapos konferencia keretében. Tavaly évelején adtunk be először egy pályázatot, Gulág emléktábla volt a kiírás megnevezése, ezen nyertünk is egy emléktáblára lehetőséget, illetve összeget elkészült a tábla, amelyet vasárnap fogunk majd avatni. Közben lett egy lehetőség, kértek egy újabb pályázatot a konferenciák megrendezésére, ezt szeptemberben beadtuk, nyertünk is a pályázaton, igaz a jelenlegi összegnek csak a felét, de kormány határozata alapján, a kiíró hatóság határozata alapján minden olyan pályázó, aki beadta a pályázatot és nyert ezen, még ha 50%-et is kapta meg, december végén megkaptuk a teljes összeget, és így meg tudtuk rendezni ezt a háromnapos rendezvényt, ezt a háromnapos konferenciát. Szinte az egész megye területére küldtünk ki meghívókat, polgármestereknek, oktatási intézményeknek, iskoláknak természetesen, és itt helyben a lakosság számára is meghirdettük. 6 előadó előadása ható a három nap folyamán, illetve vasárnap folyamán pedig egy istentisztelettel zárjuk az emléktáblaavatást. Igaz, mi nem tartozunk a legfiatalabbak közé, de a számunkra is nagyon sok új információ került birtokunkba, hiszen mi is fiatalként, gyerekként abban a korszakban nőttünk föl, ahol elhallgatott volt ez a történelem, ennek a sötét foltja, és nekünk is van ez új információ volt mindannyiunknak. A fiatalságot mindenféleképpen próbáltuk bevonni, hiszen olyan történelmi adatokra, olyan történelmi információkhoz juthattak, amelyet még talán a tankönyvek még most nem is tartalmaznak. A magyar kormány a 2016-2017-es évet Gulág emlékévé nyilvánította. Ehhez kapcsolódva az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett előadások, konferenciák szervezésére, melyen sikeresen szerepelt településünk is. Értékelte a konferenciát Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke. Talán az egyik legtöbb polgári áldozata az elhúzott szótagnak éppen Kolozsváron volt, vagy Nyíregyháza, Hajdúállás volt. Tehát a környékünkről is nagyon-nagyon sok embert vittek el a kényszermunkára. Tehát azoknak, akiknek családja volt, azok, akikben azért, mint ahogy bennünk van a szabadság vágya. Tehát akkor, amikor az embert megfosztják a szabadságától, nem csak a családjától, hanem az, hogy személyes szabadsága, a gondolkodása, a mozgása, az, hogy nem tudja, hogy egyáltalán milyen új környezetben, milyen szabályok vannak, gyakorlatilag munkatáborokba kényszerítették azokat az embereket, akiket elvittek, és valóban voltak, akik visszamertek emlékezni, voltak, akik megtartották maguknak ezt az emlékezetet. Nem irigylem a történészeket, hiszen valóban nem biztos, hogy minden szempontból sokáig kutatható volt. Tehát ezek az események, és vannak ilyenkor természetesen, akiknek nem érdeke, hogy fennmaradjanak azok a dokumentumok, amelyek megfelelő módon tudják a történelmet visszaidézni. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok koromnál fogva, hogy egy másik eseményt, a rendszerváltozást, azt viszont átéltem, és megmondom őszintén, hogy ugye, egy kicsit visszaemlékezve, másik olyan téma, ami szerintem szintén nincs feldolgozva. Lehet, hogy még túl közelinek tűnik, lehet, hogy ugye nagyon sok embert érint, akár pozitívan, akár negatívan. De el kell végeznünk előbb-utóbb azt a fajta munkát is, hogy a 89-90-es éveket megfelelően feldolgozzuk, hiszen ezek már azért az önök életéhez is nagyon közel vannak, vagy legalábbis a történések azok hosszú távra is meghatározzák valamennyiünk életének egy-egy részét. Úgyhogy azt kívánom, hogy hallgassák figyelemmel az előadókat, én magam is azt teszem, és én bízom benne, hogy olyan ismereteket fogunk kapni,
amelyek egy kicsit talán valamennyiünket visszaviszi abba az időszakba, és megpróbáljuk átélni és értelmezni azt, hogy mi történt, milyen következtetéseket tudunk levonni, és természetesen a jövőre vonatkozóan pedig ugye azt gondolom előre meg le lehet írni a választ, hogy szeretnénk elkerülni, hogy is magunknak úgy kell dolgozni, olyan jövőt kell építeni, olyan társadalomban képet kell építenünk, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy hasonló események visszajöjjenek, mert ha a történészek megmondják, sajnos a történelem bizonyos mértékben néha azért ismétli magát. Tehát én bízom benne, hogy az önök segítségével, az önök fiatal életével feldolgozva olyan jövőképet fognak önök is kialakítani, és ebben fognak dolgozni, ahol még egyszer ilyen események nem történhetnek meg. Szovjet fogságba kerülni a kor embere számára nagyjából egyet jelent azzal, hogy kikerülni a civilizáció egy szörnyű, ellenséges világába, amely tagadása volt mindannak, amit az európai ember addig ismert. A láger élet körülményei kiszámíthatatlanok voltak, mondta elköszöntő beszédében Szántó József községünk polgármestere. Sárándon még nem volt ilyen esemény, ahol egy időben köszönthettük talán a jelenkor legnevesebb történészeit, kutatóit. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, hogy elfogadták a felkérést az Elnémított Történelem címmel meghirdetett konferenciára, ahol emléket állítunk a szovjet kényszermunkatáborba hurcolt magyar embereknek. Hiszen 7-800 ezer közöttire tehetők azok száma, akik meghaltak, vagy életre szóló sebeket szereztek a Gulab és Guppi táboraiban. Egy nemzet történelmében az elhallgatás és az elhallgattatás nem lehet példaadó, ahogy nem lehet példaadó az sem, hogy megfeledkezzünk azokról, akik ennek a nemzetnek, a magyarnak tagjai voltak. Mi emlékezni szeretnénk mindazokra, akik hadifogolytáborok, a gulaglágerek, vagy a Málenki robot ismert és ismeretlen helyszínein váltak rokkantakká, vagy veszítették el életüket, és földi maradványék jelöleten helyeken nyugszanak. Hogy ne legyen hallgatás, ne merüljön feledésbe mindaz, ami a magyarsággal 1944-ben és az azt követő néhány esztendőben történt. Magyarország kormánya 2016-os és 2017-es évet a gulág emlékévé nyilvánította. A háromnapos Elnémított Történelem elnevezésű konferencián a jelenkor legnevesebb történészeit, kutatóit köszönthettük településünkön. Február 10-én elsőként dr. Zinner Tibor, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar, Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszék tanára tárta az érdeklődők elé a téma jogi hátterét. Nézzük az elsőt, a Szovjetunióba való őrizetbevétel vagy odahurcolás kérdését. Ami a elbátolt keletre élő népeket illeti, ezeknek a sorsát illetően az első kiemelkedő dokumentálható információ a teheráni konferenciához kezdődik, természetesen valaki kézbe fogja venni a teheráni alta Potsdam dokumentum kötetet, amely a Szovjetunióban jelent meg, és ennek magyar fordítását a Kossuth könyvkiadó jóvoltából, van egyetlen szót mindarról, amit én most mondok, nem fog találni. De ugyanakkor a jegyzőkönyvekben fennmaradt, orosz jegyzőkönyvekben, hogy Sztálin beterjesztette, az angol szászok pedig tudomásul vették, hogy a háborút követően a Szovjetuniónak mintegy 4 millió német munka erejére lesz szüksége ahhoz, hogy azokat a károkat, melyek 1941-et követően, amikor a két agresszor egymásnak esett, lévén, hogy Németországot együtt rohanták le, utána a Baltikum sorsa, Dobrudzsa sorsa közismert, ahol a Szovjetunió nem ideglenesen állomásozott, hanem hódítóként jelölt meg. Az, hogy a szovjet-finn háború nem úgy alakult, ahogy szerették volna, ez nem a Szovjetunió vezetőin múlott. Azaz, ezért fogalmaztam úgy, hogy két agresszor jelenik meg a II. Világháború történetében, és esik egymásnak, és nem a hős felszabadító szovjet néppel kezdtem az előadásomat. Most tény, hogy ez a 1943-as teheráni megállapodás 44 nyarára 25%-kal megemelkedik. Ekkor már Molotov 5 millió német hadifogolyról kezd regnálni. Napokon belül elkészít egy tervet a leghírhettebb szovjet, adott esetben grúz politikusok egyike, Lavrentyi Pavlovics Berija.
ez 44 novemberre már, és december idusán Sztálin aláírja a vonatkozó ukázt. December 16-án pedig megjelenik a Generalissimus rendelete, immáron az Állami Honvédelmi Bizottság elnökének rendeleteként, amelyben Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország és Románia, tehát valójában minden Elbától keletre lévő ország, kivéve Lengyelország területéről 45 első hónapjaiban, amelyeket a Vörös Hadsereg megszállt, valamennyi munkaképes 17 és 45 év közötti német férfit, illetve 18 és 30 év közötti német nőt mozgósítani kell, milyen szép fogalom, mozgósítani kell, magyarul marha a vagomba kell rakni, vagy gyalog át kell hajtani a Szovjetunióba, hogy ott kis munkát, pontos orosz terminológiával, málenkáján rabulta, mert ugye a magyar nyelv, de nem mindenki számára volt kötelező az orosz tudás, és így lett a robot szóhoz a himnemű ragozás, tehát málenki robot, ez eredetileg ugye, mert nőnemű, málenkáján rabulta, ezt kellett volna végeznie. Zömében a Donyec-medence vidékére, tehát a Donbass vidékére, illetve a dél, tehát a Kaukázustól északra fekvő terület rekonstrukciójához. Hogy aztán az emberekből az Urálon túlra, egészen messzire, Magyarország határaitól akár 7-8 ezer kilométeres embereket elhurcoltak. Most kérem, mindig olyan egy rendelet, egy törvény, amit papírra vetnek, és mindig olyan egy gyakorlat, ami soha nincs becélő viszonyban azzal, ami a papírra van írva. Pláne egy olyan jogállamban, jogállam szó idézőjelben, mint a Szovjetunió. A nyomor, az éhség és a kegyetlenség minden táborban jelen volt. A fogva tartottak számos lágerben teljesen ki voltak szolgáltatva az emberi gonoszság és a természet erőinek. Közölte előadásában dr. Murárdin János, az Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem természettudományi és művészeti karának kancellárja, aki az erdélyi magyarok és németek elhurcolásáról beszélt. Ha megnézzük, igazából a kivetítőn is feltüntettem, két nagyobb elhurcolási hullámról beszélhetünk Erdélyben. A kutatások alapján, én magam is több mint 15 éve foglalkozom ezzel a témával, igazából két egészen eltérő elhurcolási hullámot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, amiről igazából alig van adat, és ami nagyon érdekes, és a kutatásaim is erre összpontosítanak, az 1944 őszén, szeptember-októberében végbement spontánszerű, a magyar civileket közvetlenül, ahogy ugye hallhattuk az előbb, az utcán, óvóhelyeken érő elhurcolás. A másik pedig az 1945. januári, amely nyilván nem csak Magyarországra és az egész Kárpát-medencére, hanem ugye azon belül Észak-Erdélyre is kiterjedt. És itt aláhúztam, tudom, hogy látszik-e a hátul is, hogy német származású polgári lakosságra utalt. Ez mit jelent? Igazából ki volt adva a penzum, hogy hány embert kell elvinni egy adott településről, és hát azok kell, hogy legyenek a német fasiszták. Na most, amikor nem volt elég a német fasiszták száma, ugye, akkor elvittek magyarokat, akik németes nevűek voltak, aztán magyarokat, akik magyaros nevűek voltak, aztán románokat, akik németes nevűek voltak, és aztán románokat, akik romános nevűek voltak. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség. Szaniszló például egy nagyszerű példa, erre nincs is olyan messze innen, egyszer ha arra járnak, érdemes megnézni az ottani emlékművet, majd még visszatérek rá. Mindenesetre itt a számadatokra is felhívnám a figyelmet, ugye, amit felvázoltam, 20 ezer, 70-90 ezer. Összességében tehát egy olyan 100-110 ezer főről beszélhetünk. Na most ez az, amire nekünk adatunk van. Ezen kívül legalább még egy ennyi a 44 őszén elhurcolt magyar civilek száma, tehát legalább még 10-20 ezer főről biztosan beszélhetünk, akiknek viszont a konkrét adatai egyelőre a kutatások során nem kerültek elő, nem tudunk róluk biztosat. A román történész kollégákkal egyeztetve is, akik hát érthető okokból inkább a németek elhurcolását kutatják, a magyarok elhurcolásával nem igazán foglalkoznak, erről majd még említést teszek, ők sem tudnák például a németek számát konkrétan meghatározni, tehát mondom, hogy 70-90 ezer fő közé teszik, de volt olyan is közöttük, aki mondta, hogy akár a 100 ezeret is meghaladhatta, nem tudják biztosan.
Na most, ami viszont a románságot illeti, az egy érdekes kérdés, itt látjuk talán a legalsó sorban, hogy csak elvétve, véletlenszerűen visznek el románokat. Pontosabban, miután, tehát abban az esetben, hogyha elég számú magyar vagy német fogoly lett, akkor ugye a románokat nem bántották, hiszen ők augusztus 23-án átálltak, mint tudjuk, 1944-ben a szovjet oldalra, tehát szövetségesnek számítottak. A következőkben a gulág és gupvi táborrendszerek történetét mutatta be a jelenlévőknek Szokolai Domokos történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos kutatója. Lenin 1917 végén már kijelentette, hogy a szigorú forradalmi rend megalapozása érdekében az általa részegnek, huligánnak, ellenforradalmának nevezett embereket el kell nyomni, az ő likvidálásukra van szükség, nem sokkal később őket egyenesen kártékony rovarnak nevezte, bebörtönzésüket, megalázásukat követelte, és azt, hogy idézem, elzárás után adjanak nekik sárga cédulákat, lőjék agyon a semmire kellőket, hozzátéve, hogy van választék is, börtönbüntetés vagy kényszermunka, ha lehet, a legsúlyosabb fajtából. Hozzá csatlakozott Zinovjev, aki még inkább konkrétan fogalmazott, ellenségeink szétverése érdekében saját szocialista terrorra van szükségünk, Szovjet-Oroszország 100 millió lakosa közül a magunk oldalára kell állítanunk 90 millió embert, ami a többieket illeti, számukra nincs mondani valunk, őket meg kell semmisíteni. Ennek érdekében a vörös terror jogi megalapozását szolgáló dekrétumot 1918. szeptember 5-én bocsátották ki, és ki lett mondva, hogy azt az osztályjelenséget, akit egyébként nem lőnek agyon, koncentrációs táborokba kell zárni. A feladat végrehajtására és az erre szolgáló intézményrendszer működtetésére 1917. decemberében létrehozott CSEKA és utódszervezetei lettek kijelölve. Ezek voltak a GPU, OGPU, majd pedig a minket jobban foglalkoztató korszakban 1934-től működő NKVD, 1946-tól pedig MVD néven folytatta a működését. E szervezetek, melyek a titkosszolgálat, államvédelem, politikai rendőrség funkcióit is betöltötték, röviden Hannah Arendt szavaival így jellemezhetőek: a totalitárius rendőrségnek nem az a feladata, hogy bűntényeket tárjon fel, hanem az, hogy kéznél legyen, amikor a kormány bizonyos embercsoport letartóztatását eldöntötte. A táborrendszerek kialakulásának vázlatos ismertetéséről 1918 és 22 között a polgárháborús állapotok közepette történtek meg az első kísérletek a büntetőpolitika szabályozására, amikor a bolsevik hatalom még tulajdonképpen a megmaradásáért küzdött. A politikai rendőrség vagy a rendőrség által letartóztatott és legalább 3 évre ítélt személyek kerültek be az első táborokba, amelyek ebben az időszakban jöttek létre. Nehéz viszonyok között már megjelent az a cél és elv, hogy a táborok és a börtönök legyenek önellátóak. Ez természetesen közel sem jelentette azt, hogy a fogvatartottakkal megtermeltetett javakból ők maguk jól éltek volna, vagy meg lett volna bármilyen emberi szükségletükhöz a megfelelő ellátás. A táborok számának növekedése elég dinamikus volt, csak az első pár évet, 1919-ben 21, 20 végére már 84, 21 végén már 122 tábor működött, jól látszik a dinamikus növekedés. 22 nyarán pedig valamennyi fogvatartási hely a GPU kezébe került. Ezt követően Vági Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság kutatási osztályvezetője tartotta meg előadását az egyházi személyek elhurcolásáról. Előadásában kitért Olofszon Károly, azaz Placid atya életútjára is, aki idén januárban 101 évesen hunyt el. Azért is híres a gulági visszaemlékezők közül, hiszen ugye 10 évet töltött a Szovjetunió, a Janszki erdő írtással foglalkozott, egy olyan táborban volt, később bútorgyárba került, de 55 végén jön csak haza, tehát 10 évet szolgált, és ugye 101 évesen halt meg most január
5-én, tehát hogy volt ideje, lehetőség, és aki hallotta személyesen orgánuma is, hogy elmesélje a vele történt viszontagságokat, és ő abba látta meg a hivatását a gulág poklában, hogy a foglyokban tudta tartani a lelket, tehát ahogy itt írja is, nem diákokat tanít, hanem a fogoly társai kiüldét szolgálja, hogy ez az isteni küldetése, és hogy ezért, mivel megtalálta az életfeladatát, ő boldog ember volt ez alatt a 10 év alatt, hogy ezt nyilatkozta. És akkor itt adnám át a visszaemlékezőnek a szót. Számos dokumentumfilm jelent meg vele kapcsolatban. Ez a Sála Sándor jegyezte ezt a Nehéz sorsúak című sorozatot, amikor is 14 gulág túlélővel a YouTube-on egyébként elérhető, tehát hogy egy viszonylag könnyen beszerezhető sorozatról beszélünk. Készítettek ilyen életinterjút, és nagyon tanulságos, hogyha bele tudunk hallgatni. Az elején, hogy hogy kerül szovjet fogságba, arról fogunk egy rövidebb részletet. Ez azt jelenti, hogy ilyen nagy számokat lehet a kutatjának adnak a hátul, nadrán és a sapkára. Ezt a katonák csinálták, ilyen funérből kifanakott számok, rólmészletettek bele, és rányoknak, és akkor az kifehérek vannak. És ezt akkor én is tanultam a hátonnak, és megkapom rá a P876-ot, azt mondtam, szerencsés ember van. Úgy hirtelen nézve, hogy magamban néztem, és arra gondoltam, hogy az értem egy csésebben is el tudok képzelni a világon, de látta azt, hogy értek már vagyok, és nem fogom föl, hogy ezt miért mondja. És akkor megfagyarázom, hogy egy sok. Utána aztán utána érdeklődtem, hogy jelent ez a szó, orosz szó, egy sok. Hát aztán megfagyaráztam. Ez a 21-es kártyaját. Hát ez akkor a pillanatban összeadta, hogy 8, meg 7, meg 6, az 21, szerencsés ember vagyok. Tehát én ötök Pannonhalmán voltam, akkor besegítettem ott az egyik prefektusnak, a negyedik gimnazistáknak este, még lefekvés előtt, emlékezem az Aidának a rövid operáját, magyaráztam nekik, gramofon lemezem, az Aidának az áriái megvoltak. Azt végig vettük, és aztán olyan 3-4-10 szájban mondtam nekik, hogy most aztán szépen csöndesen feküdjenek le. Az ő 4 szobái között volt az én szobám, én is hát visszavonultam. Elmúlik egy olyan 6-8 perc, kopognak az ajtómon, és a kopogás egy kicsit fokatlan volt, mert ilyen mesterben szoktunk már akkor vendégeket fogadni, akkor olyan jellegzetes csőretöltési zaj, megnyílt az ajtó, én lámpát gyújtottam, 2 fiatal ember ilyen bilgeri csizmában jött és hozott egy papíros házkutatási parancsal. Mondtam, tessék, hát mit csináljak? Láttam, hogy itt ebből komoly dolgok lesznek. És hát végignéztem 2 füzetemet, hogy a előadásoknak a jegyzetei voltak, gyorsírással, azt hitték magukat, különben semmi különösebbet nem találtak. De hát azt mondták, hogy magam is, hát menjek velük, reggel 4 óra tájra este volt, még igazából már Pesten voltunk a Lázsit 60-ban. Ez pontosan június 6-án volt, és június 7-e volt első péntek. Az én hallatlan naivitásomra jellemző, hogy akkor én megkértem, hogy hát úgy sincs itt senki se, hogy szobába bevittek, és hát várakozzak, hogy én kiszaladok ide a bazilikába, és első péntek lévén megműségnek, és utána visszajövök. Azt mondták, hogy mert az ezrenes elvtárs megengedik, ha megjön, de hát, hogy csak 11 órája
de megfogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen mivel vádolnak. Az első nap délután a nagy asztal eljárított érettségig, sokan ültek, öten vagy hatan, azzal kezdődött, hogy Laci nagyja, régóta vártuk már, fölkészültünk a fogadására, és adtak nekünk egy sereg írást. Hát a beszélgetésünk előadásainkból, a választási harcban elhangzottakból. Dr. Cinner Tibor, a Veritas Történetkutató Intézet levéltár vezetője az előadásokat követően elmondta, több évtizedek kutatja a gulág témakörét. Valójában ez egy életpálya, mert én mindazokat az emberi szabadságjogokat sértő intézkedésekről, amelyek magyar embereket kis vagy nagy Magyarországon, tehát Trianon előtti vagy Trianon utáni Magyarországon értek, valójában az egyetem befejezése után elkezdtem kutatni. Tehát először a fővárosi levéltárban lettem a népügyészségi népbíróság anyagok referense, és ezt szokták mondani, az ember mindig ment előbbre-előbbre, és hát aztán a Vigánok a kormánybizottságnak voltam az elnök, amelyiknek hát az a nagyon szomorú, de örömteli sorsadatot, hogy mindazoknak az embereknek a rehabilitálásához hozzájárulhatott, akiket 1945 után vagy közbiztonsági őrizetbe vettek, vagy törvénytelenül elítéltek. Mint gyakorló utazó és előadó, azt kell, hogy mondjam, Keszhentől Sárándig, Hajdúszoboszlótól Tamásig a félországot körbejártam, és így volt valamennyi kollégám, aki akár a Veritas Történetkutató Intézetbe, a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál, vagy a legkülönbözőbb helyeken, vagy éppen Kolozsvárról Magyarországra érkezve, hát ebben a munkában részt vett. Most volt éppen valamelyik nap egy megbeszélésünk, hogy még lesz egy javaslatunk, lehet, hogy ez az utolsó gulág dolog lesz, ami idén következik, hogy kellene egy olyan képeskönyvet kiadnunk, hogy hol voltak előadások Magyarországon, hol lettek emlékhelyek, hol és kik beszéltek róla, tehát lássuk azt, hogy ez a nagyon helyes elképzelés, hogy ez az elnémított történelem, elhallgatott történelem mindenkinek osztályrésze legyen, megismerje, főleg az a generáció, amelyik okkal nem hallhatott erről, én azt hiszem, hogy elérte a célját. Ezen vélemény dr. Muradin János is támogatja, aki úgy véli, hogy a kormány szándéka, miszerint 2016-2017-es évet gulág emlékévé nyilvánította, elérte célját. Ennek mi nagyon örvendünk, legalábbis Erdélyben, hiszen addig magánkezdeményezésként lehetett kutatni ezeket a dolgokat, anyagi háttér nélkül, pályázati lehetőségek nélkül, vagy minimális pályázati lehetőséggel, és az is csak úgy, hogy részben ezt a témát. Tehát igazából olyan lehetőség, hogy kimondottan erre a témára vonatkozóan komolyabb pályázati lehetőségek legyenek, illetőleg előmozdítassanak egy olyan átalakulást, hogy a történészgárdában kialakuljon egy réteg, amely ezzel foglalkozik, akinek ez a fő szakmai területe. Tehát nem az, hogy üres perceiben ezzel is el van, hanem igazából konkrét kutatásokat végez, és csoportok alakuljanak, amelyek ezzel foglalkoznak, hát eddig nem volt. Most az emlékév azáltal, hogy létrejött, tulajdonképpen felkeltette a fiatalságban is ezt az érdeklődést, mert lehetőség volt előadni, lehetőség volt konferenciákat tartani, publikációkkal különböző eredményeket közölni, kiadni, és igazából a fiatalság, az érdeklődő fiatalság beleütközött ebbe a dologba, hiszen nem igazán volt ismert számukra ez a burkolt történelem. Azt lehet mondani, hogy egy olyan párhuzamos társadalom, a foglyok fogyatkozó társadalma, amely itt él közöttünk, de amelyről nincs tudomásunk. Na most főleg a fiataloknak, akiket eleve nem lehetett erre tanítani az iskolában, mert nem volt rá lehetőség, tiltott volt ugye erről beszélni, ez tabu téma volt, tehát ő számukra ez egy teljesen felfedezett új múlt, ami olyan, mint hogyha valami sci-fi regény lenne. Na most éppen ezért, és ennek nagyon örvendek, és az emlékévnek ez a szerintem a legnagyobb eredménye, hogy a fiatalokat rávezette, vagy a legalább az érdeklődő fiatalokat rávezette arra, hogy igen, volt egy ilyesmi, erről beszélni kell, és ezt most kell kutatni, amíg még az öregek itt vannak köztünk. Összekötötte a két generációt, tehát a nagyapáink generációját, vagy apáink generációját, és a fiaink generációját, ami szerintem egy csodálatos eredmény. A konferencia második napján dr. Bognár Zalán, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa tartott elsőként előadást Gyűjtőtáborok Magyarországon címmel. Tildi Zoltán, aki 45-ös kisgazda párt győzelme után, tehát ugye választások voltak 45. november 4-én, a kisgazda párt abszolút többséggel
nyerte meg a választásokat, egyedül alakított van a kormány, de hát ugye a Vörös Hadsereg által megszállt országban ezt nem lehetett megtenni, még sok minden egyebet se lehetett, most nem mentérek mindenre ki. Mindenesetre ő a kormány beszédében 45, tehát amikor a kormány programját elmondja 45. november 30-án a következőket mondja, a hadifoglyok és deportáltak hazazatala az egyik legfájóbb magyar kérdés, és a kormány egyik legfontosabb feladata. Tehát legfontosabb és legfájóbb kérdés, és itt ő már distinkció tesz, különbség, tehát hadifoglyok és deportáltak. De itt deportáltak alatt ő nem a német náci koncentrációs táborúkba elhurcoltakról beszél, hiszen 45. novemberére akiket ezekbe a táborba vittek, azok már hazaértek. Ők azokra a deportáltakról beszél, akiket a Szovjetunió vittek el. Hogy ezt most megerősítsem, egy kommunista embertől idézek, Gábor József, aki Gerő Ernő elődje volt a vallás és a közlekedés és kereskedelmi miniszteri poszton. Először ő volt, utána jött pár hónappal később Gerő Ernőt felváltotta ebben a posztjában. Ő a még 45. március 19-én a minisztertanácsi jegyzőkönyv alapján a következőket mondta, ez a jegyzőkönyvből idézett, a deportáltak mielőbbi felszólítás érdekében kívánatosnak látja, hogy a kormány a SZEB-nél, ugye ő EB-t írt, tehát ellenőrző bizottság, de ez szövetséges ellenőrző bizottság, már interveniáljon, tehát járjon közben, mert neki is sikerült először 500, majd 1800 vasutas kiszabítani, a szövegkörnyezetből kiderült, a magyarországi hadifoglyok gyűjtőtáborokból, többek között Ceglédről, Gödöllőről és a győri táborból. Tehát a fogolytáborokban az egyik, tehát 500 és 1800 vasutas. Hát vasutasok is hogy kerülnek oda? Ők nem katonák, tehát hogy kerülnek a fogolytáborba? És ő is deportáltakként nevezi. Egyébként, ha valaki megnézi a korabeli dokumentumokat, akkor azt lehet látni, hogy a civilként szövetlenül elhurcoltakat nevezik deportáltaknak, internáltaknak, elhurcoltaknak, és időnként hadifoglyoknak is nevezik őket. Pallai László a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének igazgató helyettese, főként közép-kelet-európai kérdéseket kutat, főként a 20. század időszakában. Többek között erről is beszélt előadásában. A rendszerváltozás után is el kellett telnie jó néhány évnek, hogy ilyen konferenciákat rendezhessünk, ilyen témájú könyveket adhassunk ki, monográfiák, visszaemlékezések születhessenek meg. Ha megnézzük, mondom, Magyarország, Kárpát-medence, de egész Közép-Kelet-Európa 20. századi történelmét, főleg annak a utolsó kétharmadát, minden, ami itt a gulág problémánál megjelenik, általában is jellemző a kort. Tele voltunk tabu témákkal, amiről nem lehetett beszélni, nem lehetett kibeszélni, nem lehetett nagyon sokáig beszélni Trianonról sem. Nem lehetett nagyon sokáig beszélni arról, hogy mi történt vidéken a zsidósággal. Nem lehetett sokszor beszélni 56 igazi hátteréről. És nem lehetett beszélni a gulág kérdésről, pedig itt, főleg Kelet-Magyarországon, Alföldön, Tiszántúlon rengeteg családot, csak nem mindenkit érintett. Hadd mondjak egy kis személyes példát. Az, hogy apai nagyapám két testvérét valamikor 44 végén elhurcolták Újfélturról, én azt csak a rendszerváltozás környékén tudtam meg, pedig a családi környezetben pedig sok mindenről beszéltünk, de erről nem lehetett, pedig én akkor már történelemszakos voltam, mondjuk a múlt irán érdeklődő ember, és amikor megjelent Nyíregyházán egy könyv, egy helybeli orvostörténész könyve, elhurcolt a címmel, akkor anyám mondta, hogy apai nagyapád két testvér is benne van. És korábban soha nem beszéltek róla, Újfértó voltak vastasok. Tehát tipikus eset történt az én családi környezetemben is, mint hogy erről Bognázalán beszélt, hogy miért pont vastasokat, és miért pont Újfértó kapcsán, hiszen ami ment vonat keletre, pótolni kellett az esetleges hiányokat. Rendkívül komoly problémákat jelentett egész Közép- és Kelet-Európában, hogy a 20. század számos átélt eseményéről nem lehetett beszélni. Tabu témák sokasága jellemezte az egész régiónkat. Viszont, hogyha valami fáj, ami megtörtént, az mégis azért megtörtént. Nem lehetett kibeszélni. Akkor nem voltak pszichológusok. Érdekes módon a diktatúrák nem nagyon kedvelték a pszichológiát. Nem lehetett lelki segélyhez fordulni. Nem lehetett őszintén erről beszélni, és hogyha az embert valami mar belülről, bánt,
nem tud beszélni, akkor bizony előjönnek különböző pótselekvések, devianciák. Közép- és Kelet-Európában ez is egyébként majd megérne egy bizonyos kutatást, hogy Közép- és Kelet-Európában bizony ennek hatására a szocialista korszakban igen nagy volt az öngyilkosok aránya, igen nagy volt az alkoholizmus aránya. Én előadásaim során nagyon szeretek hivatkozni filmekre, főleg azért, mert napjainkban a vízoltásban különösen fontos a filmek, a látható valóság. Lehet, hogy látta valaki a Mások élete című kiváló német filmet, Das Leben der Anderen-ban van egy motívum, hogy NDK, amely tulajdonképpen egyfajta mintállam volt, irtózatos magas volt az öngyilkosok aránya, van egy kis motívum ebben a filmben, és nagyon magas volt az alkoholizmus aránya, magasabb volt, mint Magyarországon. NDK-ban például ezekben az években, 70-es, 80-as évek, amikor különösen már lefelé ment az egész rendszernek a legitimitási problémája, 15 liter 100%-ra átszámított alkohol ittak meg per fő, és ebben csecsemőtől kezdve 100-eskorig. Nálunk, ha jól emlékszem, 13,2 körül volt. Szovjet történészek végeztek ilyen vizsgálatot egyébként, hogy az alkoholfogyasztás hogyan alakul a politika viszont függvényében. És hogy nem megnézzük. A rendszer kicsit higul, kicsit enyhül, visszaesik, bekeményít a rendszer, azonnal megnő. Tehát ivás és ivás között óriási különbség van. Mert ezekről nem lehet beszélni. Összegezve elmondhatjuk, hogy a 20. századi magyar történelem megítélése, főleg a közvéleményben gyakran azért problémás, mert ezek a kérdések, gondolok arra, hogy Trianon, holokauszt, Horthy korszak megítélése, gulág probléma, igen erősen átpolitizált. Tény az, evidencia mindenki számára, hogy minden történelmi jelenséghez a reális, objektív, tudományos megítéléshez kell bizonyos látószög. Tehát számos tragédia, katasztrófa történt itt Közép-Kelet-Európában a magyar történelem, gondoljuk a viharos évszázadokra. Ezeknek az objektív látásához mindig kellett azért az, hogy elég időben eléggé messze legyünk már az eseményektől, hogy az objektivitás érvényesüljön, hogy a szubjektív élmények, aktuál politikai tendenciák, törekvések ne hassák át ezeket. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy számos tizenéves fiatal volt jelen ezen a konferencián, és látok egy nagyon nagy veszélyt, hogy rendszerváltozás óta eltelt már 27 év. Generációk sora szépen úgy nő fel, hogy igazából ami történt az 50-es években, 60-as években, de akár a 70-es években is, ma már csak filmekben megjelenő élmény, könyvekben megjelenhető tapasztalat, és kevésbé átélt élmény, és nagy veszélyt látok abban, hogy mindezek hatására kialakulhat egyfajta ilyen kis retro hullám, retro hangulat, retro divat, amely olyan kedélyesen próbálja bemutatni az elmúlt évtizedek történéseit, pedig akik átélték ezeket az évekek, számukra egyáltalán nem volt ez annyira kis könnyed, otthonias, családias légkör, hogy ezért kell ezekről beszélni, gulág probléma, akár sok más tragédia, 56 megítélése, 50-es évek, koncepciós projekt, stb. És azért kell mindig elmondani a fiataloknak azt, hogy reálisan lássák ezeket az elmúlt évtizedeket, ne alakuljon ki ismét egy újabb, talán még veszélyesebb hamis múltszemlélet, történelemszemlélet. A gulágot megjárt nagyapja emlékirataiból ismeri a történelem ezen sötét korszakát, Szauka Zsuzsa, aki a továbbiakban ezekből az iratokból olvasott fel részleteket a konferencia résztvevői számára. Október 24-én bevonultak a szovjet katonák munkácsa. Folyamatos izgalom közepette múltak a napok és a borzalmas éjszakák. Minden reggel újabb és újabb személyek elhúzolásával értesültem. Még itt maradt kevés barátommal, így köszöntöttük egymást. Te még szabad vagy? Míg 1944. november 11-én délben, éppen ebédnél ültem, bekövetkezett, amit már napok óta tudtam, hogy elkerülhetetlen, el kell következnie. Bejött a lakásomba egy főhadnagy, egy helybéli fiatal besugó kísérletében. A főhadnagy felszólított, hogy menjek velük. Amikor megkérdeztem, mit akarnak velem, a főhadnagy azt válaszolta, hogy csak információt akarnak tőlem kérni, azonnal vissza hazajövök. Elkísértek a református parókia mögötti épületbe. Megkezdődtek kihallgatásaim. Nem volt semmiféle vád ellenem, az úgynevezett vádakat az én vallomásom alapján akarták koholni.
Három hét elteltével, többet magammal, zuhogó havas esőben teherautóra raktak, és túlja piszkára vittek. Megérkezésünkkor teljesen levetkőztettek, megmotoztak, óvát gyűrűt pénztárcát elvettek, és egy kiürített zsidóházba helyeztek el, ahol 30-40 rab volt egy szobába. Az ablakok be voltak falazva, csak egy 10x15 cm-es nyíláson kaptunk levegőt és némi fényt. Szorosan egymás mellett feküdtünk a földön. A szoba közepén állt egy vedel, ami nem csak rettenetes bűzt árasztott, de mivel oly sok ember részével kicsi volt, tartalma a padlót is elárasztotta. Itt reggel 5 órakor volt az ébresztő. Mindenki számára hoztak egy buhankát, fél kilós fekete kenyeret. A katona, aki hozta, nem akarta piszkos padlóra lépni, így csak a küszöbből állva dobálta az adagokat. Aki nem tudott elég gyorsan utána kapni, annak a piszkos padló esett a napi adagja. Én összesen 19-en lettem kihallgatva. Minden kihallgatásomban más és más vádat kovácsoltak. 3 hónap elteltével magához hivatott a katonai ügyész, és tudomásomra adta, hogy az összes vádat ejtették, és a vizsgálati fogságot beszüntetik. Lekísértek a fogház udvarára, ahol már többen várakoztak, de nem haza, hanem Pevecsénybe, majd Homonába szállítottak minket. Kora reggel a homonai fogsághelyről 1400 embert felsorakoztattak. Zimankós, hidegben 2 órát álltunk, míg 6-szor megszámoltak bennünket. Úgy látszik, 2 ember hiányzott, és ez okozta a nagy aggodalommal végzett számolást. Végül elindultunk a vasútállomás felé. Elhaladtunk egy fodrászüzlet előtt, amelyet a tulajdonosa éppen ki akart nyitni. 2 katona odaszaladt, és a sorba állították. Továbbmentve szembe jött velünk egy muzsikus cigány, hóna alatt a hegedűjét szorongatva ballagott. Elfogták, és szintén a sorba állították. Ezután már gyorsabban kellett menni, mert úgy látszik, megtörtént a hiány pótlása. Egy tehervonaton elvittek Szambolba. Oda egy reggel érkeztünk. Csoportonként bevittek egy pajtába, ahol levetkőztettek, megmosdattak és kopaszon nyírtak bennünket, ezután a pajta padlásába zártak. Itt rettenetesen fáztunk. Bicskáinkkal a tetőzet gerendájából szilánkokat faragtunk, és úgy raktunk legalább kezünk melegítésével egy kis tüzet. Egy hét múlva ismét felsorakoztattak minket, és kikísértek az állomásra. Megrémültünk, amikor a nékünk szánt tehervonatokat megláttuk. Minden kocsink rétával egy-egy éppen nem hízelgő mondat volt felírva. Le a kémekkel, halál a kémekre, felakasztani a kémeket. A vonat elindult, és 11 nap és éjszakán vitt minket keletre a dombaszi fenstik szénbányái felé. Ez idő alatt minden nap kaptunk 10 deka fagyott buhánkát, fekete kenyeret, és naponta egyszer főtételt. Hogy a buhanka ehető legyen, a hónunk alá rejtettük, hogy megpuhuljon. Éhségünk kényszerített, hogy zsebeinkben kenyérmorzsát kevessünk. Szomjúságunk csillapítására a vasúti kocsi mennyezetéről lecsüngő jégcsapokat szopogattuk. Így érkeztünk ilyen Kijevbe. Ezt követően a konferencia második napját és az emlékezést a Fiatal Énekesek Klubjának verses zenés műsora tette még meghittebbé. Majd kézem fogsz és az a vezet. Na 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 na. Na 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 na
Az elnémított történelem elnevezésű konferencia harmadik s egyben utolsó napja református istentisztelettel kezdődött, ahol Szászfalvi Imre református lelkész hirdetett igét. Lassan-lassan nincs olyan család Magyarországon, vagy legalábbis családjunk nagy részében, ahol ne lenne érintett valamilyen módon a családunk a veszteségekben. Így vagy úgy, de valamiképpen vesztesek voltunk, vesztesek lettünk, és reméljük, hogy Isten igéje alapján most győztesek leszünk. Mi felett akarunk győztesek lenni, és miben voltunk vesztesek? A veszteségeinket könnyű megszámlálni. Mindig könnyebb, mint a sikereket, a győzelmeket, a kedvességeket, a jóságokat, a szelídséget. És mindig könnyebb a veszteséget akkor számon tartani, ha az velünk történik. De mi történik akkor, amikor más családjában van veszteség? Tudunk eléggé odafigyelni egymásra? Van-e még érzékünk, gyöngétségünk, lelki-testi figyelmünk, legfőképpen idegzetünkben türelmünk, hogy egymásra figyeljünk? Ez az a tőke, ami egyre fogy, mert mögötte elhidegült és meghidegült a szeretet. És a szeretet meghidegülésének oka mindig egy különös várakozás, amire nincs válasz. A legnagyobb csalódás az életben mindig, amikor várakozunk, és nem jön felelet. A mi családunk is nagy veszteségeket élt át, és a Ráhel nagymama elmondása alapján tudom azt, hogy feleségem édesapjának a családjában volt egy testvér, aki sokáig nem érkezett haza. Az édesapa és az édesanya a ház előtt ott volt egy kis pad, kiültek mind a ketten, és néztek a hosszú útra, amely a faluba vezetett. Amikor az édesapa és az édesanyja felébredt, minden nap azt kérdezték egymástól, ugye te is álmodtál a fiúval, azzal a fiúval, aki soha nem jött haza. És akkor Ráhel nagymama átölelte a nagyapát. Megcsendesítette az okogását, felszállította könnyeit. Erős asszony volt, művelt, bölcs, intelligens. És amikor egyszer napokig várva, sírva kimondta, már vele álmodom, és nem bírom. Nem bírom így az életet. Olyan jó lenne, ha valaki, aki még látta, talán meghalni is szólna. Szólna, hogy tudnám, hogy hol a sírja. Tudnám, hogy hol halt meg. Hova menjek. Hova menjek megsiratni. Hova menjek leborulni. Hova menjek zokogni. És még ez sem adott meg. Nem volt sírja, nem volt sírfelirat, nem volt sírkő, csak maradt a faluba a kispad, meg a faluba vezető út, ahol várván várta. Ezen a napon körünkben köszönhettük Varga Miklós színész énekest is, aki alkalomhoz illő emlékműsort adott elő a gyülekezetnek. Egy régi dal a meghasonlott földrészről, Európáról. Ezért és meg szeretem őt, a bén Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg őt, a bén Európát. A gyönyörű nőt,
foltos sokszín ruhája oly sokszor elszakadt. Álma adja az álmokat. Megszülte Hitler gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke maradt. Így élt a sok-sok év alatt. Ezért értsd meg, hogy szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Ó, nagyon kérlek, becsüld meg őt, a gyönyörű nőt. Magából ad, ha enni kész, testével véd, amikor visszatérsz. Ölél a szerelem minden örömmel hívogat, arcában látod az arcodat. Olasz csizmáján a nap, remélem mindörökre megmarad. A sötét felhő végre mind aludni tér, földjében túl sok már a vér. Szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Ó, nagyon kérlek, becsülj meg őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt. A könnyen is öregünk, most már nagyon sok eszembe jön, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Tehát Európát nem éveszünk vissza az Európai Unióval, a kettő nem ugyanaz. Hitem szerint nekünk Európa csak akkor lesz teljes, ha tőlünk elszakított valamennyi nemzetrész, ott lesz velünk együtt, a közös Európa házban. Ezért szólnék ma is ez a dalom. Ezért értsd meg, hogy szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Ó, nagyon kérlek, becsülj meg őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt. De ezért értsd meg, a gyönyörű nőt, a gyönyörű nőt, a gyönyörű nőt, gyönyörű. Kitűnő kollégáim vittek sikerre, Demjér Rózsi, valamint a Kormorán zenekar. Én először egy Gödöllőn megrendezett Magyar Szabadságnapi ünnepségen énekeltem el ezt a dalt, és nagyon a szívemhez nőtt. Kérem akkor, hogy hallgassák meg búcsúzóul a Honfoglalás film gyönyörű betétdalát. Kell még egy szó. Egy szó,
mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér az úton, majd néha gondolj rá. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény. Tudod jó, hova mész, de végül hazatérsz. Száj, száj, sólyom száj, te is értsd, nem éltél hiába. Az a hely, ahol élsz, világnak világa. Az égig élő fáknak, ha bennük újra ága, ezzel a dalban búcsúzom, köszönöm a figyelmet, köszönöm a tapsokat. Búcsúzom még egy gondolatot, engedjenek meg nekem. Mélyen hiszek abban, hogy a magyarságnak nem csak múltja, jelene, hanem jövője is van. Azért azt kérem a jó Istentől, hogy Isten áld meg a magyar, Isten áld meg Sárándot! Száj, száj, sorolom száj. Sose félj, ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé. Az Isten áldja Önöket, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A konferencia keretében a gulágon raboskodó magyaroknak emléket állított községünk önkormányzata, melyet a közösségi ház falán helyeztek el, és avattak fel a háromnapos rendezvénysorozat zárásaként. A mögöttünk álló két nap során pénteken és szombaton több mint 300 résztvevő fordult meg előadásainkon, ami a téma súlyosságát tekintve igen örvendetes, hiszen együtt voltunk és együtt hallgattuk meg a jelenkor legnevesebb magyar történészeinek, gulágkutatóinak előadását arról, hogy működtek a szovjet kényszermunkatáborok, hogyan fogdosták össze az utcáról és vitték el kegyetlen robotra évekre a szerencsétlen magyar férfiakat és nőket, akik közül nagyon sokan meghaltak a kínzó emberkereség közepette. Vannak még túlélők. Nem sokan, de vannak. Az ő erkölcsi tartások áttörte a kommunista diktatúra falait, és az ő életpályájuk tanulság mindannyiunk számára, és kötelez is bennünket. A mi generációnk számára
az ártatlanul civilként kényszermunkára a gulágra elhurcolt magyar férfiak, nők és gyermekek sorsát jó időre magába zárta a feledés. Ezen a közönyön kell átlépnünk. És meg is tesszük, hiszen Sárán község most itt, ezen a napon és ezen a helyen emléket állít mindazoknak, akik éveket szenvedtek az idegenben, vagy soha nem térhettek haza a gulágról. A mai tiszteletadás pedig, tisztelt megjelentek kedves emlékezők, a nemzeti történelmünk keserves pillanataira is figyelmeztet bennünket arra, hogy a II. Világháború utáni magyarság súlyos vesztesége, hogy a korszakváltás nem a magyar szellemiségben kimunkált erkölcsi értékek mentén történt, hanem a nemzetet elnyomó idegen nagyhatalom érdekei szerint. Tisztelt emlékező egybegyűltek! Azt gondolom, egy közösség, így a sárándi falu közösségünk fennmaradásának is kulcsa ez. Ez, hogy képesek vagyunk-e tisztelni a múltat, megtalálni a békés egyensúlyt a jelenben, és rendelkezünk-e a jövőben mutató, de a gyökereinkből táplálkozó célokkal. És ami a legfontosabb, rendelkezünk-e azzal a jelenkorból gyakran hiányzó képességgel, ami az elfogadás, a jóindulat és minden gáns nélküli őszinte együttgondolkodás és együttműködés képessége. Úgy érzem, Sárán rendelkezik mindezzel. Ennek bizonyítéka a mai emléktábla avató esemény is. Hiszen a mi kis helyi közösségeink, az önkormányzat mellett a közösségi házunk, az iskolánk, az óvodánk, a gyerekházunk, a konyhánk, és kiemelve az egyházunk, református gyülekezetünk lelkipásztora, Szászfal Imre segítő akarata, mind-mind ott áll ennek az elmúlt három napnak a sikere mögött. Köszönöm, és köszönet ezért. Nagyra becsülésre is tisztelettel ismételten szeretném megköszönni mindazoknak a fáradtságát, áldozatát és szeretetét, akik úgy gondolom, nem tévedek, aki mondom, hogy európai módon próbálnak utat és hidat építeni lélek és lélek között, szív és szív között, gondolat és gondolat között. Európai módon és úgy, hogy valóban az európai gondolat ebben a Kárpát-medencében teljes legyen, és úgy, ahogy a polgármester úr is itt már erről említést tett, és úgy, ahogy nagyjaink, költőink tették, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert senki nem volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. És hiszem azt, hogy ha valaki valamilyen módon élte ezt a kort, akkor mindannyian érezzük, hogy rászorultak vagyunk a jó szóra, a megbecsülésre, rászorultak vagyunk a szeretetre, az ölelésre. És most rászorultak vagyunk azoknak emlékére, akik érettünk éltek, harcoltak, életüket áldozták. Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik kedvessé tették ezeket az alkalmakat, a péntekit, a szombatit és a mai alkalmat. Úgy gondolom, hogy ebben a kicsiny faluban is lehet európai módon megemlékezni, és lehet úgy, hogy a megbocsájtás az valóban életen keresztül, életen túl, a halálban is igaz legyen. A gulágra hurcolt 800 ezer emberből 200 ezer sohasem tért haza, hogy elmondja szeretteinek, mi történt vele, akik pedig hazatértek, sokáig nem mertek beszélni. A modern kori rabszolgaság áldozatai, ha túl is élték a kényszermunkatáborban töltött éveket, az ott szerzett sebeik sohasem gyógyulnak be.